Szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket a Vecsési Gyula általános iskola gáláján. Felkérjük Veszprémi Klára igazgatónőt, hogy mondja el köszöntőjét. Jó estét kívánok mindannyiuknak! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, szülőket, nagyszülőket, volt és jelenlegi kollégáimat, a fellépő diákokat. Külön tisztelettel köszöntöm Szűcs Lajos országgyűlési képviselőt, és köszöntöm, és meg fog érkezni, és biztos föl is fog integetni pár perc múlva Szlavó Csaba polgármester urat és feleségét. Valamint Kovács Márton képviselőt. A 2017-ben fogant meg a gondolat intézményünk néhány tanárában, tanítójában, hogy év vége felé fel kellene idézni az adott tanév jelentősebb produkcióit, legyen az dal, tánc, ének vagy szavalat. A rendezvény az Andrássy Gála nevet kapta. És sikeressége miatt úgy gondoltuk, hogy hagyományt teremtünk belőle. Ez most a negyedik alkalom, hogy megmutassák diákjaink és kollégáim tehetségüket. Pár év kimaradt a Covid miatt. A paletta azonban évről évre egyre színesebb. Ebben a tanévben táncoktatás is indult iskolánkban. A Dream Dance Academy táncosai ma megmutatják tudásukat, de van olyan előadás is, amely kifejezetten a gálára készült. A 2017-esek még iskolánk tornatermében adtuk elő, a többi három már itt, a Bálint Ágnes Kulturális Központban kapott helyet. Ezúton szeretném megköszönni Kistóth Jánosnak, a Kulturális Központ igazgatójának és a BÁK munkatársainak támogató segítségüket. A mai estén 19 műsorszámot láthatnak, melyet egy nagyszabású finálé zár. Az este koordinátorai Csorba Lászlóné Erika néni, Rót Ágnes, Kisné Fehér Judit, Kis Gábor. A gála házigazdái pedig Dudás Laura és Fejérné Gál Tímea. Nagyon jó szórakozást kívánok! Jöttél, Jézuska? Én nem. De én tudom, hogy te mindig azt szeretnéd, hogy karácsony legyen. De akkor ez mi volt? Hát, csengettek. Ja, a negyedik césekre gondolsz? Aki Rót Ági néni tanított be? Hát, rájuk bizony. Tudod, emlékszel? Igen, igen. Emlékszel? Emlékszel. Megtanultak egy részletet a muzsika hangjáról, a Dó Réli című dalt. Igen. Egy egyház éneket, az Amazing Grace-t, Brahms-tól a bölcsődalt, Wolfgang Amadeus Mozart-tól, a varázsfogalából a bűvös csengettyű című részletet, és van neked egy meglepetés. Neked. Csak azért, hogy neked ma is legyen karácsony. Köszönöm. Na jó, de ezt csak tudod, hogy lehet végighallgatni. Én tudom. Néma csendet kérünk szépen, és a dalok között, és a műsor zeneszámok között nem szabad tapsolni. Utána annál inkább. Thank you.
Laura néni, van egy zsepi? Nekem mindig van. Köszönöm. De minek ez neked? Hát mert a negyedik bések olyan szép keringőt fognak táncolni. Emlékszem, amin sírtunk a próbán. Az, tudod, amit Ürti Orsi néni és Benkes Anti néni tanított be. Tudom. Megnézzük? Nézzük, de megyek én is egy zsepére. Colors are drawn near.
jó szöveg nekem. De hallgassuk meg, aki megjelent az idei Városi Szabadok versenyt, a Húzi című verset. Hát jó. De tudod, ki készített? Azt hiszem, igen, nem mondta. Hallgassuk. Mudrási Réka, a puszi. Hogy a puszi miből van, azt nem tudom. De ha anya adja, akkor nem unom. Ha apa adja, akkor menekülök előle, mert szúrja arcomat a szakálló szúra. Ha a szomszéd néni adja, akkor letörlöm nyomban. Még a nyoma is tűnjene azonnal onnan. Ha a nagymama adja, akkor kibírom is kő. Nagymamától egy-két puszi elvégre tűrhető. Nagypapa szerint a puszi lános homi, a férfiak férfiasan kezet szoktak fogni. Ha a tesóm puszi meg, akkor már gyanítom, hogy el szeretnék kérni a legújabb játékot. Nem tudom, hogy miből. Egy jó puszitól tapasztaltam, meggyúrul a bibim is. Anya szerint, ha anya adja, hogy ott adja a Lili is. Mert amikor a szomszéd Lili puszikat meg ritkán, olyankor még úgy érzem, hogy jó sokáig bírnám. Nem tudom, hogy miből lehet, mindig ezen a dolog. Anya szerint, amikor alszom, puszilnak az angyalok. Szóval ez a puszi dolog értetetlen én nekem. Ha megnövök, tudós leszek és részeire szétszedem. Néni, szeretsz táncolni? Hát az attól függ. Mitől? Hát mondjuk egy jó csapattól, mint például a Dream Dance Academy. Nagyon jó. Képzeld el, hogy most a Toy című koreográfiával lépnek színpadra. Azt nagyon szeretem. Nézzük! Beszegessünk még ezt a tánc témát egy kicsit. Beszegessünk, mit szeretnél tudni? Hát, hogy te
szeret táncolni. Szeretek. És még táncolni. Azt is. És tudsz lépéseket? Persze, megmutassam. Én azt javaslom, hogy nézzük meg inkább az első céseket. Akkor Klári néni tanítod, de nagyon ügyes vagy, de azért egy-két leckét még behetsz. Jó, de én előtte szeretnék egy kis népdalt. Kívánságot van. Jó, egész nap a te estét, a karácsony, a népdalt. És mit szeretnél? Hát én a Cseh Kriszti, Búza Emília és a Kisvirág utcát szeretném meghallgatni, akik az idei énekversenyek minden dolgos helyezést esetek. Hát akkor legyen. Jó. Által mennék én a tiszálladikon, ladikon, de ladikon. Ott lakik a galambom, ott lakik a galambom. Ott lakik a városban, a harmadik utcában. Piros rózsa, kék, ne felejtsi baja, nyílik az ablakában. Által mennék én, hát hiszen nem merek, de nem merek. Attól félek, hogy a Tiszába esek, hogy a Tiszába esek. Lovam hátán sejelhaj, félre fordul a nyerek. A Tiszának habjai közt elveszek, a babám én nem leszek. Thank you.
Köszönöm szépen. Te fázol? Akkor én az 5. és a Tónikát szeretném meghallgatni, akit Jakosnyi Gejmesi Anna tanárnéni készített fel, tudod? Igen, igen. Én úgy érzem, hogy szívemet megmelegedni. Ez így lesz. Móra Ferenc, a Didergő király. Mese-mese mátka, pillangós határba. Volt egyszer egy király, ne keresd országba. Neve nincs királynak, nagy volt a bánata. Csupa síralom volt, éjjele, nappal. Hideg lelte rázta, fázott keze lába. Sűrű könnye pergett, fehér szakállába. Akármit csinálok, reszketek és fázom, hiába takargat aranyos paláston. Aki segít rajtam, koronám, kenyerem, tőle nem sajnálom, vére megfelezem. 101 kengyel a futó, 102 felé szaladt, több szárdudát fújtak minden ablak alatt. Ki tud orvosságot a király bajáról? Hol az a bölcs ember, aki jót tanácsol? Adott is 1000 bölcs, 1001 tanácsot, de együtt sem ért az egy falat kalácsot. Didergő királynak csak nem lett melege, majd megvette szegényt az Isten idege. Körmét fogadta, keserünk a hintett, bölcs doktorainak bosszúsan legyintett. Bölcsekkel az időt ne lopjuk, azt mondom, hívjátok elő az udvari bolondon. Hallod-e te bolond, szedd össze az eszed, adj nekem tanácsot, akárhonnan veszed. Teli van én nálam, észre a szerence, hideg ellen legjobb, a meleg kemence. Gyújtasd be csak komám, nevetett a bolond, s nevetett köntösén a sok aranykolomb. Kergeti a király ki a sok léhűtőt, hozzák fülön fogva az udvari fűtőt. Hamar cédrusfával a kandalló tere, úrunk királyunknak attól lesz melege. Nagy volt a kandalló, akár egy kaszárnya, el is égett benne vagy 100 cédrus mágja. Serget is a király előtte, megette. Utoljára mégis csak az ideregte. Fűtsetek, mert megvesz az Isten hidege, már a szakállam is csak úgy reszked bele. Nyeszörög a fűtő, fenséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom. Mosottam bele az utolsó forgácsot, jó lenne hivatni az udvari ácsot. Neki búsult erre a didergő király, szigorú parancsal a kapuba kiáll. Vágjátok ki kertem minden ékességét, a szőlőnek arany venyigéjét, a mosolygó almát, a csengő barackot, hányatok a tűzre minden kis harasztot. Széles az országban, amíg erdőt láttok, kandallón kihűlni, addig ne hagyjátok. Jaj, mert mindjárt megvesz az Isten hidege, csak úgy kékelik már az ajkam is bele. Csatognak a fejszék, sírnak erdők, berkek. Recsegnek, rovognak a gyümölcsös kertek. Sok lakójuk fejét bújdosásnak adta. Fészkit 1000 madár jajgatva siratta. A rengeteg fából egy szál sem maradt ott. Aranyos kandallón mind elparazsallott. Didergő királynak, de minden hiába. Nyögve gubódzik be farkas bőrbundába. Fűtsetek, mert megvesz az Isten hidege. Csak el
egy fogam van már, az is vacog bele. Ne keresd országban, van is nagy kopogás, ripegés, ropogás, síralom, zokogás. Dolgozik a csákány, fűrész, balta, horog. A király ajtaja egyszer csak csikorog. Betipeg egy lányka, icike-picike. Gyöngyharmat tündöklik, nem virág szemibe. Az ajka kláris, a fogar is kása. Csacsog, mint az erdő zengő muzsikása. Elenye! Te rossz bácsi vagy, te király bácsi! Megfordul a király. Ácsi, kislány! Ácsi! Azt se tudom, ki vagy. Soha se láttalak. Miért haragszol rám? Sose bántottalak. Kerekre nyitotta a csöpség a szemét. Minek szedetted le a házunk tetejét? Hó is hullongázik, eső is szemezik. A mi padlásunkra az most mind beesik. Elázik a bábunk kimosott ruhája. Vasárnap délután mit adok reája? Mint amikor napsüt a jeges eresze. A király jégszíve harmatot ereszte. Szemében budja a kis szívének harmatja. Szög haját a lánynak, végig simogatja. Ne félj, a babádat ruhátlan nem hagyom. Bíbor köntösömet feldaraboltatom. Bársony rokolyája, sejem főkötője, lesz ezüst kötője, aranycipelője. Most meg már a kislány mondja azt, hogy ácsi, mégiscsak jó bácsi vagy te király bácsi. Örömében ugrált, tapsikot nevetett, s tidegő királynak nyomban melege lett. A tükörablakot sarokra nyitotta, város alakúit összekurjantotta. Olyan meleg van itt, hogy sok egy magamnak. Juttatok belőle, aki fázik, annak. Tódult is benyomban a sok szegény ember. A márvány téglákon nyüzsgött, mint a tenger. Ki is szorult tőlük a király a konyhára. Rájuk is parancsolt mindjárt a kuktákra. Asztal terigetni, ökröt sütögetni. Fussatok a hordót csapra ütögetni! Így kedves vendég még nem jár soha nálam, mint a saját népem, nagy meseországban. Hát, már sokkal jobban vagyok, de valami még hiányzik. Egy kis tánc? Igen, valami mozgásra gondoltam. A tánc az jó lesz. Jó, mondjuk. Pongó Lilian és Pongó Szonya duettéhez mit szólsz? Szerintem sokkal jobban fogok magam érezni. Ennek nagyon örülök. Legyünk. Down and oh.
fehér, zöld, ez a magyar föld. Tudod a magyar nemzeti szint? Nyilván tudom. Remélem, kinézted az öt belőlem. Köszönöm. Azt hiszem, már tudom. Szerintem téged megbabonáztak a hatodik évfolyamosok. Így van. Akik március 15-én azt a gyönyörű zászlós táncot adták elő. Pontosan. Erre gondoltam, igen. Terkés vagyok. Na de kik adták elő? Szeretnéd tudni? Hát igen. Na jó, akkor elmondom. Érted bármit? Felsorolom a szereplőket, akikre kíváncsi vagyok, és akiket Gyurcsány Erika néni és Farinkó Judit néni tanították. Gartner Luca, Hán Alma, Jancsek Nóra, Kató Patricia, Simon Anna és Tüske Lotti. Akkor nézzük meg őket. Érted bármit? Hát most nagyon kíváncsi vagyok. Na,
Gangnam Style. Be a lélek, ha tűri be a sorsa minden nyűgés nyilait, vagy ha kiszáll. Tengerfájdalmával szemben s fegyvert ragadva véget vet neki. Meghalni! Elszunnyadni. Semmi több. S egy álom által elvégezni mind a szív keservét, mind a test természetes eredendő rázkódtatásait, oly cél, minőt óhajtott a kegyes. Meghalni. Elszunnyadni és aludni. Talán álmodni. Ez a bökkenőmet mi álmok jőnek? Mi álmok a halálban? Ha majd leráztuk magunkról mind a földi baj, ez visszadöbbent. E meggondolás az, mi nyomort oly hosszan élteti. Mert kiviselni akar guncsapás, zsarnok bosszúját, gőgös ember dőjfét, utált szerelmek innyát, pörhalasztást, a hivatalnak packázása is, mint a rúgást, melyel a méltatlanok bántalmazzák a tűrő érdemet, ha nyugalomba küldhetné magát egy puszta törrel. Kiviselnie terheket, izzadva, nyögve, élte fáradalmin, ha rettegésünk egy halál utáni valamitől, azon nem ismert tartomány, melyből nem tér megutazó, le nem lohasztja kedvünk. Inkább tűrni jelen gonoszt, mint ismeretlenek felé sietni. Eképp az öntudat belőlünk mind gyávát csinál. Az elszántság természetes színét a gondolat haloványra betegít. Így kétkedések által nem egy nagyszerű fontos merény kifordul a medriből, s elveszíti te nevét. Köszönöm. Mit csinálsz? Ha belekékülök. De kékülsz bele? Még szép színen. De ha te belekékülsz, akkor mit szóljanak Györgyi néni tanítványai? Hát ők aztán igazán belekékültek valamiben. Nem tudom miben, de valamiben. Arra gondolsz, amit a Kovács Dóri koreografált? Arra, amit a Kovács Dóri tanított be nekik. Kíváncsi vagy rá? Igen. Hát jó rész. Jó. Nem csak játék,
és mese. Hallottál már a gonoszról? A csúr, kopasz, hókusz, pókról! Szegény kíváncsi vagy, hogy mik a tüneteim, akkor hallgassd. Most már meghallgatom, hogy nagyon izgulok, érted? Hát, hogy valami probléma legyen. Ez nem lenne. Hát szerintem se. Karinti Fügyes, influenza részlet. Jaj, doktor úr, én nem tudom mi ez. Mit gondol? Attól félek, kezdődő csúcsurut.
Nem, nem. A pulzusomat hiába nézi. Ez valami más. Olyan belső láz lehet. Tudja, az ilyesmit hőmérővel nem lehet lemérni. Mert a fejem meleg, a lábam pedig hideg. És a melegség szaladgál bennem. Ahol mérni akarja, ott egyszerre elmúlik, és átszalad máshová. Mondja, ez mi lehet? Itten, az oldalamban. Nem, lejjebb, egy olyan szorító érzés. Nem fájás, mint a húzódnék valami, mintha az izmokat egy spullira akarnák rácsavarni. De nem egy gömbölyű spullira, hanem egy szögletesre, amire nem megy föl. Tetszik érteni? Na jó, ha a doktor úr nem hagyja elmondani, hogy mit érzek és hogyan, akkor miből állapítja meg, hogy mi bajom van? Én igyekszem magamat precízen kifejezni. Nem úgy, mint valami más, aki azt mondja magának, fáj a hasam, akár agyhártyalobja van, akár vakbélgyulladása. Jó, hát a spullit hagyom. De mi lehet ez a furcsa reszelés a torkomban? Nem is pontosan reszelés, hanem olyan fizkető, bizsergésféle. Tetszik látni? Innen idáig. Csak nem lehet, hogy tüdővészem van. Nézze, doktor úr, ne áltassuk egymást. Nincs rá szükségem, hogy kegyes csalással vigasztaljanak és szépítsék az állapotomat. Hadd tudjak meg mindent. Beszéljen hozzám őszintén és becsületesen. És mondja ki nyíltan, hátgerinc sorvadás-e vagy nem? Jó, jó, elhiszem. De tessék már egy kicsit várni. Még nem mondtam el mindent. És ha a doktor úr nem hallgatja meg az embernek a panaszait, akkor miből akar diagnózist csinálni? Én nem kérdezek semmit. Én nem akarom befolyásolni. Én nem mondom, hogy nekem mire van gyanúm. Én tárgyilagosan és elfoglatlanul azt állítom csak, hogy itt, balra, kicsit a szív fölött, közvetlenül a két tüdőszárny alatt valami bugyborékolást érzek. Itt ezt kérem, pitty, pitty, de mintha a szívből indulna ki, és nem mindig tesz úgy, csak az államat így a mellemre szorítom, hátra csavarom a két kezemet, és behúny szemmel egy percig visszatartom a lélegzetemet. Rögtön úgy érzem, mint a fuldokolnék, és a gyomromban elpattanna valami. Csak nem lehet, hogy a szívemnek van valami? Nem úgy gondolom, kérem, de hallottam, hogy a gutaütés első tünete úgy szokott kezdődni, hogy egy percre kimarad a légzés, és azon kívül valami rémes zúgás is van a fülemben. De ami a legborzasztóbb, doktor úr, amin talán még gyors műtéttel lehetne még segíteni, hogy nincs elég levegőm, ha még így nyugodtan fekszem, nem. De mihely kinyitom a számat, és egy szót próbálnék mondani, rögtön fuldokolni kezdenék. Ugyan ne tessék már közbeszólni! Azt akarom mondani, de nem jutok hozzá, hogy nem tudok beszélni. Nem tudok beszélni. Jó lesz így is. Egy gyúcs. Figyelj. Nekem nagyon tetszett ez a Dreamdancer gyúcs. Mi? Dreamdancer? Igen. Szerintem te arra a Dream Dance-re gondolsz. Fogadjunk, hogy németes voltál. Ja. Na, akkor egyezzünk meg, hogy ezt most inkább én komparálom fel. Ennek tűnőt. Good. No, a Dream Dance Academy táncosai, a No Excuses,
és a No című koreográfiát adják elő. Én azokat szeretem. Jó, csak ne mondd ki. A produkciókat Fongó Nelly tanította be. Yeah.
Bollák Dorka következik, aki megnyerte az idei szavaló versenyt és felkészítette Malinko Judit. Radnóti Miklós. Töredék. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel dölt, nem csak parancsra. S ma balitekben hitt, stajtézott életek, befonták életét vadkényszer képzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős. S kinél volt netán, csak lelkesebb nyirest, mert azt is gyűlölték, akár a bestisest. Mikorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az újhatott, s rákadt a szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rímes végzetem vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Mikorban éltem én a földön, mikor a gyermeknek átok volt az anyja, és az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő iridli a férges sírű voltat, míg habzott asztalán a sűrű mérő oldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, s várta, hogy talán megszólal újra. Mert méltó átkot itt úgysem mondhatom más. Rettentő szorog tudósa. Hézselyás. No, képzeld el, várjál, annak az osztálynak, akik most következnek, volt egy kedvenc nyelvtörőjük. Elmondja. Mond. Stretch, strutz, cucc. El tudod mondani? Nem. Meg se próbálod? Nem. Ah. Én csak németül tudom. Jaj, tényleg, magyarul sem. Igyekszem, azt azért próbálkozom. De azt tudod, hogy kik jönnek most? Igen, tudom, az ötödik vések jönnek, akiket megihletett ez a fantasztikus nyelvtörő, és amit látni fogok, a Simon Gyöngyilének köszönhet. Lássuk! Thank you.
is nagyon fáradtál. De ez olyan jó fáradt sem, mert még lenne kellene picit bulikázni. Kik tudnak egyáltalán nagyon jól bulikázni? Én tudom, a 8. át. Biztos vagyok benne. Én a 8. ásokra gondolod, hogy egy pici maroknyi csapat, de... Maroknyi csapattal bulikázni, én nem hiszem neked. Akkor higgyél nekik, és nézd meg, mert Csorbárik a nénit, aki betiltott, hogy ő is fog táncolni. Én úgy tudom, igen. Remélem. Na, nem még hiszem. Nekem már nem. Nekem. Jó.
Gálánk zárásaként hallgassák meg iskolánk tanulóitól és pedagógusaitól Demjén Ferenc Bölcsőt a Föld című dalát. Emlékszel, múltkor küldtél nekünk egy idézetet? Emlékszem, gondolom, hogy sok idézetet küldtem, de szerintem tudom, mire gondolsz. Én szeretném, hogy ez lenne a záró mondat ennek a gálának. Megosztod a közönséggel? Az idézet így szólt. Miért csak nyugodjunk békében? Miért nem élünk békében? Köszönjük szépen, hogy megtiszteltek minket figyelmükkel, de most csak annyit szeretnék mondani az egyik, hogy amikor az elején elkezdtem a mondani valómat, hogy milyen tehetséges diákok és tanárok vannak az Andrássy iskolában,
akkor lehet, hogy üres szavaknak tűntek a mondataim. Én ez az este után, hiszen a főpróbát se láttam, most vettem részt először így rajta, úgy gondolom, hogy ennek a szónak valóban helytálló volt ez a szó, és nagyon szépen köszönöm a diákoknak is, és a pedagógusoknak is ezt a gyönyörű estét, és egy polgármesteri integetést ígértem az elején, köszönöm szépen, mert hogy megérkezett egyébként, és nagyon szép estét, jó éjszakát kívánok mindenkinek, örülünk, hogy eljöttek, viszontlátásra!